kívánok, sziasztok! Elnézést, hogyha tegezőre veszem a dolgot, de ez nekem egy kicsit egyszerűbb így. Nem készültem nagy prezentációval, mert valahogy az a tapasztalatom, 18 éve dolgozom a tanítológia osztályon különböző ilyen orvosi minőségben, és valahogy azt látom, hogy azok az akár tudományosnak szánt előadások, amelyekben van, vagy megjelenik valamennyire a saját élmény, azok valahogyan szórakoztatóbbak, vagy könnyebben emészhetők, és az utóbbi időben szinte teljesen átcsúsztam erre az oldalra, hogy egyébként azt gondolom, hogy önmagam számára is unalmas állandóan ezeket a szakmai, tudományos megközelítéseket emlegetni, mert néhányszor olvastam, és néhányszor elég gyakran beszélek róla, de azt gondolom, hogy így a mindennapi munkától ezek eléggé távol esnek, pontosabban elég nehéz összekötni azt, hogy a segítésben hol ér össze a tudomány és a saját élmény. Úgyhogy a mai nap egy kicsit több saját élményt hoztam, de elég vastagon benne lesz, azt gondolom, az a terápiás szemlélet, vagy az a tudományos megközelítés, amit az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet addiktológiai osztályán képviselünk a függők felépülésének terápiájában, ahol tulajdonképpen úgy állunk hozzá ehhez a változáshoz, mint egy olyan gyógyíthatatlan betegségből való felépüléshez, amelyhez tulajdonképpen a legfontosabb dolog az, hogy a hozzánk forduló kliensek megismerkedjenek magukkal. Ezt a folyamatot néha nehezíti az, hogyha a klienseink súlyos pszichiátriai, belgyógyászati betegségeket is hoznak a tarsolyban, de azt gondolom, hogy ezzel együtt, mivel egy elég nagy egészségügyi intézményi háttér áll mögöttünk, eléggé magabiztosan tudunk segíteni, akkor, hogyha az az elhatározás, az a mély pont a függőséggel kapcsolatban megérkezett a klienseink számára. És erről szeretnék néhány szót beszélni. Az én sztorim az azzal kezdődik, hogy 7 vagy 8 évesen megyek haza Marosvásárhelyen az iskolából, második vagy harmadik elemés iskolás voltam, és az új tömbház negyedben, ahol laktunk, egymás után épültek a 10 emeletes toronyházak, és a házak alapját elítéltek, ásták ki. Ami ugye ez a sötét kommunizmus Romániája volt, és valahogy azon kaptam magam, hogy az iskolából menet is és jövet is, megállok ezeknél a szöges dróttal elkerített és ilyen náddal, átláthatatlanná tett kerítések előtt, és nézem, hogy a csíkos ruhás elítéltek ott benn, a gödörben, hogy hordják a talicskával a kiásott földet, és hajtják őket ezek az igazi kemény pribékek. És valahogy ez az érzés aztán évtizedeken keresztül elkísért engem, hogy milyen beteg ember, vagy milyen arc, milyen ember az, aki ezekre az érzésekre kíváncsi, mert napról napra visszajött bennem az az érzés, hogy én azt a szenvedést keresem ezeknek az embereknek az arcán, és valahogy azt érzem, hogy az valami rendkívüli. Aztán ugye elkezdtem itt Budapesten 2001-ben orvosként dolgozni, és olyan 10-12 éve szerét ejtettem, hogy itt is a büntetés végrehajtásban dolgoztam általános orvosként vagy 2 évig. És hát akkor ez az ilyen erős
sérült segítői érzés valahogyan helyre került, hogy valahogy láttam azt, hogy ezekkel a általam nagyon szerencsétleneknek, kiszolgáltatott embereknek való segítés, ami valahogy bentről nekem ilyen nagyon erősen jött, hogy nekem ott dolgom van ezekkel az emberekkel. Azért ez nem pont úgy néz ki, hogy ott, ahogy is mondjam, angol kisasszonyok hordják a vizét, hanem azért ott már láttam testközelből, hogy hát valószínű, hogy sokuknak értelme van annak, hogy ott ülnek. De továbbra se tudtam mit kezdeni ezzel az érzéssel. Hát én gyerekként valahogy úgy nőttem fel, volt egy építészmérnök édesapám és egy mérnök édesanyám, és valahogyan így az érzésekről mi elég keveset beszéltünk otthon. Annál több volt az, hogy mi az, amit nem csinálok jól, és hogy hogyan kellene ezt másképp. De hogy ezt még mindig nem tudtam ezzel a kulcsélménnyel összekötni, hogy miért keresem én azt a kiszolgáltatottságot és szenvedést, hogy miért van bennem olyan óriási együttérzés ezzel kapcsolatban. És hát ugye ugrunk egy nőt az időben, 5 vagy 6 évvel ezelőtt, miután én is sokféle függőséget kimaxoltam, a szerhasználat volt a legfontosabb, és legalább ennyire fontos volt a munkafüggőség. Ugye felépítettem 15 év alatt egy olyan karriert, mint senki más, ugye az Erdélyből jött kis székely gyerek, 15 év alatt osztályvezető főorvos lett, milyen beteg, nem? Na hát tényleg ilyen beteg volt ez az egész menetelés, tehát azt éreztem, hogy mindent megteszek érte, és meg is tettem, és valahogy azt láttam 5 évvel ezelőtt, hogy ott vagyok, én vagyok a Isten császár az osztályon, és mindig kell valami, még mindig hiányzik valami, és ugye ekkor jött el ugye a barátaim segítségével ez a változás, hogy hallottam, tehát segítséget kaptam arra vonatkozóan, hogy hát ez a kell még érzés, ez nem biztos, hogy meg fog szűnni, hogyha nem kezdek el magammal foglalkozni, és nem a környezetemet kezdem magam, hogy is mondjam, a magam igényei szerint manipulálni. És ezen azért elég sokat kellett, 1-2 évig kellett rágódni, hogy megjöjjön az elhatározás, de valahogy azt éreztem, hogy annyira mélyen megértem azt a kudarcot, hogy hát ugye itt vagyok a szakmailag ilyen viszonylag magasan, és azt látom, hogy van egy tönkrement családom, van 2 gyermekem, akiket nem tudok úgy szeretni, hogy szeretnék, és hát helyek közel szereket is használok. Ennek mondjuk a jelentőségét azért próbáltam hosszú ideig bagatellizálni, de hogy alapvetően nincsenek barátaim, akikkel így nap mint nap gyakran találkoznék, és valahogy ez a néhány érzés így összeért, és az úgy nagyon erősen megjött az, hogy valamit másképp kellene. Na és hát szerencsére jó helyen voltam, az addiktológia osztályon dolgoztam, úgyhogy találkoztam 1-2 felépülő függővel, nekik azt mondták, hogy hát Zsolt, akkor lehet, hogy ahogy az előbb mondtam, így el kellene engedni azt, hogy a környezet a hibás a kudarcokért, és lehet, hogy így kicsit befele kellene fordulni. Hát ennek az lenne az első lépése, hogy abba hagyjuk a szerhasználatot. Ebben azért az első 1 év józanodásban nem voltam annyira meggyőződve, hogy tényleg ez okozza a problémát, de aztán hát olyan 6-9 hónap után rájöttem, ahogy valahogy azt éreztem, hogy ezek az óriási érzelmi hullámzások kezdenek lecsillapodni a fejembe. Értem ez alatt azt, hogy amit az előbb mondtam, ugye, hogy a környezet a hibás, minden kudarcért, hogyha valami jó történik velem, akkor viszont én vagyok a kemény csávó, és hogy valahogy ez a két vélet volt. Azt éreztem, hogy kezdenek ezek egy kicsit így ellaposodni ezek a kiugrások, és
és ugye egyre jobban együtt tudok magammal működni, miközben ugye én ott irányítgattam az addiktológia osztályt, és éreztem, hogy hát ezek a gyerekek, ezek a felépülő fiúk, ezek lehet, hogy többet tudnak, mint amit én gondoltam, és valahogy így megbeszéltük tímen belül, hogy egyre nagyobb szerepet kellene adni az ő munkájuknak, és azt gondolom, hogy ez azóta egy ilyen folyamatos változás az addiktológia osztályon, és azt éljük meg ezzel kapcsolatban, hogy még mindig nem elég, tehát hogy még mindig vállalhatnának nagyobb részt a terápiából a tapasztalati szakértők, mert az a fajta saját élmény, amit ők a személyes felépülésükkel hozzátesznek az addiktológiai betegségből való kilábaláshoz, az pótolhatatlan, utolérhetetlen. És ugye ezzel párhuzamosan tulajdonképpen az én magam felépülése is szerhasználatból, meg workaholic működésből való felépülése is ehhez társítható, és valahogy ez számomra egy ilyen spirituális egybeesés, hogy a személyes, így a magánéletben is egy ilyen óriási változás történt velem, meg a szakmai életemet is így meghatározza ez a fajta változás. És a cím, a mai előadás címét, hogy egyik lábat a másik elé, ezt onnan merítettem, hogy az anonim alkoholisták egy gyűléseink szokták azt használni, ezt a megközelítést használni, amikor az út elején járó felépülők ilyen óriási célokkal és világmegváltó gondolatokkal indulnak neki egy ilyen függőre, ugye jellemző az, hogy az elején van egy ilyen óriási adag energia, ami nagyon rövid idő alatt elfogy, és utána ott hagyják az egészet. Azt gondolom, hogy ez az addikt működésben vastagon benne van, és talán erre figyelmeztet ez az egyik lábat a másik elé megközelítés is, hogy nem kell óriási energiát beletenni az elején, viszont folyamatosan kell, tartani kell az irányt. És az irány ugye az én esetemben úgy szakmailag, mint függőként, az, hogy a környezet kritizálásáról valahogyan a figyelmet magunk felé kell alakítani, és azt mondom, magam felé kell irányítani, és ebben azt gondolom, hogy elég jól passzol a téma a mai nap többi előadásához, mert így ahogy az előadók listáját és témáit végignéztem, tulajdonképpen szinte minden előadáson erről van szó, hogy hogyan tudunk magunkkal sikeresebben találkozni, hogyan lesz az jó nekünk, és ezáltal hogyan lesz minket könnyebb elviselni a környezetünknek. És szóval ebben azt gondolom, hogy nekünk így magyaroknak, bármit is jelentsen ez, bőven van tanulnivalónk, egy ilyen Kopp Mária által készített óriási kutatásra szoktam ilyenkor hivatkozni, meg a Buda Béla nevű régi, hát néhány éve elhunyt pszichiáterre. Kopp Mária kutatásából leginkább a magyarok individualizmusra való hajlamát emelném ki, amely azt mondja, hogy így a környező nemzetekhez képest nálunk azért kiugró az egyedül oldom meg a problémáimat és nem kérek segítséget hozzáállás, ami ugye sem a függőségből való felépülésben nem kedvez, sem a kapcsolatokban való sikeresebb működésben. Buda Bélát pedig azért citálnám ide, mert ő meg a titkolózásról írt nagyon sokat, és azt gondolom, hogy a mi kultúrköreinkben ez is egy eléggé
eléggé nagy probléma, hogy akkor, hogyha probléma van, hogyha krízis helyzet van, akkor nálunk nagy divat az, hogy még jobban befele fordulunk, még jobban elszigetelődünk, és ez a függőségből való felépülésben ugyanígy egy nagyon nehéz probléma. Tehát az individualizmus meg a titkok. És hogy ezért gondolom azt, hogy a magas szintű addiktológiai megközelítés tulajdonképpen egy nagyon egyszerű magunk felé fordulást jelent. Tehát az, amit mi az addiktológiai osztályon végzünk a klienseken, tehát, hogy is mondjam, van 20-22 fajta csoport az addiktológia osztályon, ezzel kínálgatjuk 3-4 hónapig a klienseinket, viszont az összes csoportnak egy nagyon fontos, a legfontosabb hatása az, hogy mi úgy hívjuk, hogy megemeljük 3 hónapra a klienseinket. Ami azt jelenti, hogy megkeressük azokat az értékeket, amelyek mentén ő újra tervezheti az életét, és a közösségi pszichiátriában ismert, könnyen elérhető, örömet okozó és rövid távú célok mentén elkezdjük ezt a változást segíteni. Természetesen az abstinencia betartása, vagy az abstinencia biztosítása mellett. És hát ez semmi másból nem áll, mint abból, hogy intenzíven figyelünk ezekre a kliensekre, és hogyha kíváncsiak rá, akkor visszajelzést adunk arra vonatkozóan, hogy mi mit gondolunk erről a változásról. Azt gondolom, hogy vitaindítónak, bár itt nem lesz nagy vitázás, főleg abban a kevés időben, ami még hátra marad, de valami ilyet szerettem volna bevezetőként bedobni a közösbe. Még van néhány gondolatom, de hogyha bármelyikötöknek kérdése lenne ehhez kapcsolódóan, akkor viszont azt tegyétek fel, mert talán megpróbálnak válaszolni. Na, ezt tudom mondani, tehát a szülői hátra rabok és a fáját. Igen, de jó. Na, szóval 2 évvel ezelőtt beszélgettem az egyik felépülő társammal, aki már 10 éve tiszta, egy lány, aki börtönben dolgozott smasszerként, és neki meséltem el, hogy otthon nálunk, amikor én kisgyerek voltam, akkor úgy éltünk, hogy 3 szobás panellakásunk volt, nekem egy külön szobám, ahol tulajdonképpen el voltam szigetelve a család többi részétől, és úgy ültem ott egyedül, hogy állandó volt bennem a félelem, hogy mikor jön be az apám, és mikor kapok valami letolást, vagy fegyelmezést, ne talán egy kis verést, mert elég gyakran került erre sor, vagy azért, mert volt igazolatlan órám, vagy azért, mert letagadtam a jegyeimet, én egy ilyen eléggé nehezen kezelhető, figyelemzavaros gyerek voltam, valószínűleg nem véletlenül az iskolában, és hogy ez az állandó regulázás, fegyelmezés, ez ilyen visszatérő dolog volt nálunk. És ugye 2 évvel ezelőtt ülünk a kávé mellett, és beszélgetek ezzel a lányjal, aki ugye szintén megjárta a BV-t, dolgozott ott, szert használt, aztán elment rehabra, felépült, és ott hagyta ezt a fajta segítőpályát. És hát gondoltam, hogy vele megoszthatom a történetemet, mert hogy ő is aztán átkerült, vagyis ő átkerült a rács másik oldalára valami szerhasználattal kapcsolatosan, de ugye hosszú ideje tiszta már, és akkor elmondtam neki ezt a sztorit, meg ezeket az érzéseket, hogy valamire annyira vonz engem ez az egész börtön téma, és meséltem neki, sokat tudott egyébként így a gyermekkorunkra, és egyszer megállított, és azt mondja, hogy
te Zsolt, hogyha én most így rád gondolok, akkor valahogy ugyanazt a kis csíkos ruhás elítéltet látom egyedül a szobába, aki attól fél, hogy bejön az apja és leharapja a fejét, és igazából a további életed gyermekként ugyanígy telt el. És számomra nagyon tanulságos az, hogy én ezzel kapcsolatos kérdést igazából 40 évig hordoztam magamba, és annyira közel volt a válasz, mert hogy lépten nyomon a szerhasználat első évtizedeiben én próbáltam, hogy is mondjam, az édesapám működését valahogyan bagatellizálni, felmenteni, hogy hát igen, ő is egy második világháborús árva gyerek, aki egyedül nőtt fel, és azt tanulta, hogy a gyereket úgy tudjuk rendre tanítani, hogyha minden alkalommal jól elverjük, hogyha erre szükség van. És hát ő ezt így látta jónak, meg hozzá még esténként megívott egy üveg bort, és hát nem volt neki olyan egyszerű. És ugye 5 évvel ezelőtt, amikor elmentem Komlóról rehabra, ott is volt egy köröm, akkor ott kaptam segítséget erre vonatkozóan, mit tudom én, 10 nap terápia után, hogy hát azért volt, ami vele történt, azért azok úgy elég kemény dolgok, és hát lehet, hogy azokról jó lenne beszélni, lehet, hogy jó lenne előhozni ezeket, mert valószínű, hogy ez a néhány évtizedes szerhasználat, meg egyedül menekülés nem véletlen. És hogy így ez a puzzle azóta hónapról hónapra kezd egyre jobban összeállni, másrészt pedig egyre könnyebb nekem ezeket a dolgokat elengedni, és hát, hogy úgy mondjam, így a helyén kezelni ezt a kérdést, hogy valahogy az én apám is annyit tudott beletenni abban a pillanatban, amennyit képes volt. Viszont ez nem azt jelenti, hogy ezeken nekem mostanában nem kell dolgozni. És azt gondolom, hogy ez a téma önmagában egy nagyon tanulságos nekem arra vonatkozóan, hogy az ilyen nagyon rejtegetett érzésekhez kapcsolódó eredőket vagy okokat érdemes keresni, mert miután lezajlott ez a beszélgetés ezzel a társammal, egy negyed órával később olyan óriási megkönnyebbülést éreztem, hogy majdnem elbőgtem magam, amikor összeértek ezek a dolgok, és azt éreztem, hogy megvan a válasz, el lehet engedni. És ezt nagyon gyakran szoktam ezt a sztorit használni, akár a terápiában is az osztályon, amikor a legtöbb, azt látom, hogy a legtöbb hozzánk forduló kliens azzal jön, hogy nagyon mélyen az van, hogy nem tudja, hogy hogyan vált ő egy ilyen destruktív, kvázi bűnözőként működő elemévé a társadalomnak, vagy a közösségének. Ezeknek mindig megvan ott mélyen a kis sztoria, csak azt gondolom, és újra visszatérek ehhez a 3 hónapon keresztül történő megemeléshez, hogy ahhoz, hogy ezekről beszélni lehessen, ahhoz kell a közösség támogatása és elfogadása. És azt gondolom, hogy ezt csináljuk mi nagyon jól az addiktológia osztályon, hogy kiszorítjuk az épületen kívülre a moralizálást, és megkeressük azokat a célokat, amelyek mentén tudjuk a klienseket segíteni. És azt gondolom, hogy ennél több magas tudományra, hogy is mondjam, nincs is nagyon szükségünk az induláshoz. Hát köszönöm szépen, igen. Persze. Van meditáció, van jóga, van relaxáció. Hát, sok minden van. Nem tudom. Az a helyzet, hogy a terápiás csoportok annyira, most mondjam, gyorsan változnak, meg annyira nem vagyok képben a pszichológiai terminológiával, hogy
osztályvezetőjének, ezt mondjuk a környezet felé, mennyire volt egyszerű kommunikálni ezt a szituációt? Ja, azt gondolom, hogy az első ilyen, hogy az volt a kérdés, hogy mennyire volt egyszerű kommunikálni ezt. Az ilyen a coming out volt nehéz, divatos kifejezéssel élve. Ez olyan 4 évvel ezelőtt történt, amikor 3 hónapja voltam felépülésben. Viszont a rehabon tanultam vagy kaptam egy olyan tanácsot, hogy minden, ami sumákolás, mellébeszélés, vagy nem ilyen a téma nevén nevezése, az a visszaesés felé fog vinni engem, úgyhogy tulajdonképpen a félelem vezérelte nálam elsősorban ezt a coming out-ot, hogy ugye elég gyakran megkaptam ezt a kérdést a rendelőben vagy a kórházban, hogy honnan vannak ezek a hiteles információk a kábítószer használattal kapcsolatban, vagy a visszaeséssel kapcsolatban, és akkor így vagy úgy mindig kifaroltam a válaszadásból. És azóta, mióta ez nem így van, azóta azt gondolom, hogy nekem is sokkal jobb, és azt gondolom, hogy ez a fajta azonosulás nagyon, nagyon sokat tud segíteni a függőségből való felépülésben.